a mi doktorunk. A műsorszámot támogatja az Ormos Intézet. És a mi doktorunk Szegő Péter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az Ormos Intézet belgyógyász szakorvosa. Nem először ül itt nálunk. Nem bizony. És még mindig a porckorongokról fogunk beszélni. Igen, gyakorlatilag az elmúlt adást követően hatalmas érdeklődésnek lehetünk tanulni, úgyhogy muszáj erről a dologról még egyszer beszélni, mert ezt érdekli az embereket. De ez egyébként egy népbetegség ide haza? Hát korfüggő, de lehet mondani, hogy igen. Tehát egy 65 éves kor fölött azért az emberek harmadát érinti. Jóha. Sokan vannak, igen. Közülünk... Tehát téged még nem. Téged meg lassan. Hát én már ott vagyok. Én már pont mondtam a doktor úrnak, hogy nekem már ez egy kattog. Igen. Már térdem. De jó, hát ez lehet az első tünet, aztán innentől kezdve a dolog súlyosbodhat. Na, akkor... komolyra fordítva a szót, ugye. Múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor megpróbáltuk ugye végigvinni azt, hogyha valamilyen tünetek jelentkeznek, akkor érdemes aztán önöknél jelentkezni. Itt egy alapos orvosi vizsgálat előzi meg a beavatkozást. De ezt ismételjük át, mert egyébként tényleg én nem emlékszem már rá, hogy ilyenkor mit vizsgálnak? Ilyenkor megvizsgáljuk azt, hogy az a panaszos ízületnek tényleg az a baj, amit vélünk, tehát azért egy ízület sok mindentől fáj. Tehát az, hogy nekem mondjuk egy picit fáj, vagy tényleg, ahogy kattog, ahogy Emily elmegyek futni, vagy ilyesmi, mert én sportolok. Ugye? Én is sportolok, csak nekem nem kattog. Ja, azt hittem, hogy azt mondtad, hogy csak rajtam nem látszik. De hogy... Na, no, szóval igen, tehát arról van szó, hogy ez is el kell dönteni azt, hogy az ízület attól fáj-e, amire ez a kezelés jó. Ez általában bebizonyosodik, hogy ez a kezelés jó rá? Tehát az esetek hány százalékában lesz jó ez a megoldás? Hát csak úgy megyünk bele, hogyha van arra lehetőség, hogy... De van, aki ide miatt el kell Van tenni? Nyilván, természetesen. Tehát azért az emberek nagy többségénél még nincsen olyan szinten ez a kopásos betegség, hogy ne lehetne kezelni, és ne várnánk tőle valami pozitívumot. Hogyha maradékot nézzük, akkor természetesen van olyan, akinek azt kell mondjuk, hogy már maximum csak fájdalomcsillapító hatás képzelhető a dologtól, de ha kérik, akkor ők is megkapják egyébként. Na, a kollégáimat arra szeretném kérni, hogy rakják ide ki nekünk a Plazma TV-re azt az animációt, ami látom a térdiz, de nem ez, hanem az animációt a térdizületről, mert akkor a doktor úrra állj, ugye ott van, hogyha ott van valami kopás, igen, akkor hát oda a... nyomják be, igen, ezt az injekciót. Igen, igen, így van. Tehát itt nagyjából arról van szó, hogy a levett kis mennyiségű vérből vérlemezkéket nyerünk ki, és ezt a vérlemezkével dúsított injekciót nagyjából a két csont közé, ahol látszik is szépen a képen, odaadjuk, igen, be. Ez most már lassan olyan, doktor úr, ez a mai rovatunk, mint a Mindentudás Egyeteme. Tehát ülhet közelebb is a monitorhoz, és akkor itt, mint ahogy én, tollal mutogatja azt, hogy hol van a beavatkozásos terület, mi történik, igen, a beavatkozás. Na, itt egyébként ez egy ultrahangvizsgálat, ez is része a kivizsgálásnak általában, hogyha aktív ízületi gyulladás van, akkor azt meg kell várni, vagy el kell intézni, hogy elmúljon, és akkor utána lehet ezt a kezelést adni. És a kezelés az három injekciót, igen, jelent? Igen, igen. Ez minden esetben három, vagy ez minden, is kevesebb ez is minden esetben három, azért három, mert a nemzetközi irodalom és a saját tapasztalataink is ezt erősítik meg. Tehát van olyan, aki egy injekcióból akarja ezt elintézni. Mi azt láttuk, hogy egy injekciónál kevésbé kifejezett a hosszú távú hatást. Tehát ha ismételjük, akkor jobb a prognózis. De három injekciónak a töltete, összetétele az ugyanaz. Teljesen ez egy forma. És a három injekció beadását követően a beteg mennyi ideig érzi magát tünetmentesnek? Nagyon sok mindentől függ. Ugye függ attól, hogy milyen volt az ízület kiindulási helyzete, függ attól, hogy mik vezettek oda, hogy az illetőnek tönkrement az ízülete, de hogyha optimális viszonyokat nézünk, akkor 2-3 évig tünetmentes tud lenni utána az illető. Mellékhatások? Hát saját anyagból dolgozunk, szoktuk mondani. Tehát, hogy semmi kockázat nincs? Kockázata nyilván van. Tehát jó, de azt mondja, hogy mi a saját anyagból dolgozunk, tehát ezt most magyarázza meg. Hát a vérplazma. Illetve az abba túlsított vérlemezkék. Uh-huh. Most a saját anyagainkra azért viszonylag nyilván elvétve találkozunk olyan, hogy a saját anyagainkat nem tudjuk tolerálni, ilyen van, allergiának hívjuk, vagy hát autoimmunbetegségnek hívjuk. A vérlemezkék azok nem ilyenek, és hogyha az ízületbe behagyjuk, ennek semmiféle negatív hatása nincsen. Ha esetleg elrontunk valamit a szúrásra, annak lehet, de ilyen szövődményünk nem volt egyetlen. Most ez lehet, hogy egy ilyen naív kérdés, de ilyenkor van ilyen donációra lehetőség? Tehát, hogyha saját véremet nem bírom, akkor mondjuk én az Emiliától kérhetném. Azt mondjuk, baj, a saját véredet nem bírod. Hát így visszainjekciózva. Nem.
De kiderül, hogy allergiás vagyok önmagamra. Mondjuk sokan megértenék. Sőt, szerintem már most azt gondolják, hogy ez hogy nem okoz még eddig tünetet. Jó, hát mindenkiből ki tudunk nyerni annyi vérlemezkét, amennyi elég. Sőt, ezt jelentős mértékben föl is dúsítjuk, tehát az alap vérlemezke számnak egy 10-szeresét, vagy többet szoktunk ilyenkor elérni, és mi úgy csináljuk, hogy ellenőrizzük is, hogy ezt tényleg. Arról nem beszéltünk még, hogy most nem mondjon konkrét összeget, de hogyha valaki azt gondolja, hogy ugye sok pénzt elköltenek fájdalomcsillapításra ezzel kapcsolatban a magyarok. Ez mondjuk középtávon már egálba hozható, hogyha valaki ezt a kezelést megcsinálja, és utána nem kell ilyesmire költeni. Hát, hogyha 2-3 éven keresztül semmiféle egyéb gyógyszeres kezelésre nem kell költeni, akkor természetesen akkor igen, persze. Hogy... Igen, persze. Hogyha viszont azt akarnánk tisztázni, hogy elkezd fájni, elmegyünk, jelentkezünk, mennyi idő telik el mondjuk a jelentkezést, vagy felveszi valaki önöknél a telefont, nyilván nem ön, és utána gyógyultan vagy tünetmentesen megyek haza. Hát általában úgy szokott lenni, hogy ha betelefonál az illető, akkor egy pár napon belül tudjuk fogadni, a diagnosztika vagy nálunk történik, meg vagy hozza a papírokat, amiket korábbról kapott, és akkor utána a szúrás az hát vagy még aznap, vagy szintén egy pár napon belül megtörténhet. Tehát a legtöbb, amit várakozni kell a dologra, a telefontól a tünetmentesség az körülbelül egy hét. És nem kell befeküdni egyáltalán? Nem kell befeküdni, ez egy járóbeteg ellátás kereteiben végezhető injekció. Annyit szoktunk kérni, hogy egy napon keresztül ne nagyon terheljék az izületeket, amit megszúrtunk, de ezen felül semmi másra nem kell akkor figyelni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük. A Mi Doktorunk. A műsorszámot támogatja az Orvosintézet.